Élőlánccal tiltakoztak aktív és már nyugdíjas pedagógusok november 18-án délután az Agórán. A megmozduláson, amelyet az Ajkavárosi Diáktanács is támogatott, a második iskolán kívüli véleménynyilvánítás volt. A Bánki iskola által szervezett pénteki megmozduláson minden iskolából részt vettek pedagógusok. Dr. Péntek Zoltán szervező a mikrofon előtt állva felsorolta a követeléseiket, amelyek a nyilvános párbeszéd, hiteles tájékoztatás, megbecsülés, érdekérvényesítő sztrájkjog, felelős oktatási minisztérium, kisebb terhelés, esélyteremtő minőségi oktatás, versenyképes és értékálló bérezés, 21. századi környezet, szakmai szabadság, korszerű alaptanterv és szabad tankönyvválasztás. A szervezők kérésére a beszédet követően flashmobon rajzolták ki a mozgalom jelképét, a kört benne egy felkiáltó jellel. Én azt gondolom, hogy érdemes volna kitartani és jelezni azt a kormányzatnak, hogy nem lehet tovább ezt a problémát az asztal alá söpörni. Igazán a gazdasági helyzet meg a körülöttünk zajló, szomszédországban zajló háború nyilván nem kedvez ennek a dolognak, de én azt gondolom, hogy mindenképpen kellene ezzel érdemben foglalkozni, és az, hogy az országban zajló tüntetésekről a magyar televízióban egyetlen hír nem jelenik meg, ez azt jelzi az én számomra legalábbis, hogy megpróbálnak ezzel az egész mozgalommal nem foglalkozni, hogy majd elmúlik, és pont ezért nem szabadna, hogy elmúljon. Az ország helyzete ma nem könnyű, de vannak olyan felesleges dolgok, ahonnan át lehetne csoportosítani az oktatásra. Az országos mozgalomnak fontos, de nem kizárólagos eleme a pedagógusok bérek rendezése. Molnár Tibor tanár gitározott és énekelt, majd sötétedéskor a tömeg átvonult a sávház elé, ahol élőláncot alkottak. Mobiltelefonnal, zseblámpával világítottak, az úton elhaladó autósok nagy része az egyetértés jelét tudaszóval fejezte ki.